Itt vagyunk Philadelphiában, még lezárult a philadelphiai felkészülés. Hát te hogyan értékelnéd? Philadelphiában másfél hetet töltöttem el, két különböző edzőteremben edzettem. Ezek az edzőtermek Philadelphia legjobb edzőtermei. Az egyik az a Shula, James Shula, egy ilyen emlék edzőterem, ahol rengeteg világbajnok is megfordult már. Többek között találkoztam Steve Kenigan-nel, aki ugye cirkáló súlyú IBF világbajnok, nagyon közvetlen, jó srác. Egy ilyen gettós negyedben edzettünk, rengeteg ember volt a teremben, nagyon nagy hőség, tehát itt azért elég kemény dolgoknak voltam kitéve. Heti 5 alkalommal kesztyűztem, válogatott, váltott edzőpartnerekkel. Azt gondolom, hogy a kezdeti nehézségeket leszámítva, a végén aztán nagyon jól belejöttem az edzésekben. A másik edzőteremben ott többnyire délelőttőként edzettünk, az egy nagyon tiszta, nyugodt hely volt. A nevét most meg nem mondom hirtelen. És azt gondolom, hogy most egy olyan hetet zártunk le megint, ami egy stribulát húz az életemben, mert ugye most már csak egy hét van hátra a mérkőzésig, ilyenkor már nincsen kesztyűzés, ami azt jelenti, hogy ellenféle való boxolás a ringben. Már nagyon vártam ezt a pillanatot, hiszen ilyenkor egy óriási megkönnyebbülés jön lesz a sportolón, és rajtam is ez a megkönnyebbülés van. Sokkal nyugodtabb vagyok most már, kiegyensúlyozottabb, és nagyon várom a mérkőzést. Ugye Atlantic City-ben most fogunk átmenni nem sokára, és már csak tényleg a formába hegyezésünk a hangsúly. A sparingolásokból mi volt a tapasztalat? Tehát mennyire feküdtek neked az ellenfelek, mennyire tudtad gyakorolni azokat a taktikákat, amiket te elterveztél, hogy mindenképpen a Byron Mitchell ellen begyakorolsz? A Byron Mitchell is amerikai, és nekem amerikai edzőpartnereim voltak, ezért azt mondom, hogy ideális edzőpartnereket találtunk. Hasonló stílusúakat, mint ő. Tudni kell, hogy itt Amerikában más jellegűek a sparingos edzések, tehát az már eleve, hogy csak fél perc szünetek vannak egy-egy menet közben, az is már egy meglepő dolog lehet egy európai számára. Mondjuk én ezt tudtam már korábbról is, hiszen egyszer-kétszer már megfordultam Amerikában, de ez azért mégis most tényként érintett, hiszen én is a fél perces szünetekkel kezdtem. Az amerikaiak a ringben nem annyira barátságosak, tehát sokszor rám is szóltak, hogy ne legyek annyira barátságos, hogy ne kezeljek le velük meg, stb. És hogyha mit tudom én, az ember a fejvédőjét igazgatja éppen a szorítóban, akkor is oda kell figyelnie, mert igazából nincsenek tekintettel arra, hanem egyszerűen oda mennek és ütnek, vágnak, mint az őrültek. Úgyhogy ezt egy kicsit nekem meg kellett szokni, igazából engem speciál nem változtatott meg ez az egész, ugyanakkor előbb vigyázatosabb lettem, úgyhogy figyelni kell. Az amerikai stílus az teljesen más stílus, úgyhogy ehhez hozzá kellett szokni, de mivel az ellenfelem is amerikai, ezért azt hiszem, hogy ez ideális volt. A Fritzel megkezditek, gondolom, akkor az iskolázásokat, hiszen kesztyűzés már nem lesz Atlantic City-ben, már gondolom egyeztettitek, ez a jövő héten milyen elfoglaltsággal, vagy milyen napi edzésekkel fog járni? Ez körülbelül azt jelenti, hogy még hétfőn, még kedden még rendesen megnyomjuk az edzéseket, főleg iskolázási jellegűek, tehát az ami azt jelenti, hogy az edzőnek a tenyérébe ütök, és ott próbálom meg még ütéseket csiszolni. Azon kívül nyilván lesznek még futások, kis erőléti edzések, amiket már ugye nem viszünk túlzásba, hiszen ilyenkor a meccsetében már ez nem ajánlott, de hogy lemerevedjen az ember. Ilyenkor már tényleg csak azon van a hangsúly, hogy az ember minél jobban felpörögjön, minél gyorsabb legyen a mérkőzésre. Akkor találkozunk Atlantic City-ben. Úgy legyen. Gyertek ti is.